Október 7-ig jelentkezhetnek 4 fős csapatok középiskolákból a 2019. évi pénz sztár versenyre, amelyet az idén már 7. alkalommal rendeznek meg. Erről beszélgetünk Kerekes György Istvánnal, a pénz sztár versenyközpont vezetőjével. Jó reggelt, kívánok! És tisztelettel köszöntöm az M1 nézőit is, hiszen ez a beszélgetésünk közös lesz, a hírstúdióban pedig Fábián Barnát. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusz! Kinek szól ez a kiírás? Bővült a kör? Hát a kiírás valamennyi magyarországi középiskolásnak szól, akinek középiskolai jogviszonya van, tehát 14 és 22 éves közötti diákokról van szó, valamint valamennyi határon túli magyar középiskolásnak szintén, ugye Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken elég jó rálátásunk van most már ezekre a középiskolákra, akik itt szintén magyar nyelven oktatnak. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki számára szabad a gazda ez a versenyen, amelyik most 7. alkalommal, ahogy említette, most fog elkezdődni az ősz folyamán. Kerekes úr, most tekintve, hogy a 7. alkalommal rendezik meg ezt a versenyt, az elmúlt 7 év folyamán mérhető a pénzügyi tudatosság növekedése, változása a diákok körében? Hát ez egy nehéz kérdés, mert igazából a tájékozottság az rendkívül korlátozott itt, ami a diákokat illeti. Ugyanúgy, hogy a felnőttek esetében is. Vannak ugyan már olyan gimnázium típusok, szakgimnáziumok, ahol folyik heti egy órában pénzigazdasági kultúra, oktatása, nevelése, de igazából hát nagyon szerény eredmények, amelyek látszanak ezzel kapcsolatban. Egy sokkal intenzívebb munka és egy sokkal intenzívebb hát foglalkozás lenne szükséges, hiszen a diákok ebben a mai világban már egy olyan helyzetbe kerülnek be, amikor a saját pénzügyeiket, a saját vállalkozásaikat, a saját elképzeléseiket megvalósíthatják, és hát nagyon fontos, hogy tudják azokat a főbb kifejezéseket, összefüggéseket, amelyek a gazdasági pénzügyi világban manapság hát már mindenhol megjelennek, az újságokban, a sajtóban, a médiában, tehát képbe kell lenni, hogy hogyan működik ez a világ. Mi egyébként 2004 óta foglalkozunk pénzügyi oktatásnak a lehetőségeivel. Kipróbáltunk egyetemi megoldásokat, és végül a középiskoláknál maradtunk. 2013-ban volt az első verseny, és akkor láttuk, hogy igazából a diákoknak egy sajátos módon a versenyen keresztül az érdeklődésük egy egészen másképp kelthető fel, és mindenképpen érdekli őket a téma, hogyha érdekesen adják elő ezeket a feladatokat. Tehát itt a pedagógusoknak is óriási szerepük van, de hát az ő lehetőségük mellett nyilván mi azokat a pedagógusokat próbáljuk megszólítani, aki ennek ellenére is úgy érzi, hogy ez egy fontos dolog. Tehát ezért évente az 1000 csapat fölé szoktunk tudni keveredni, és általában túlról 100-150 csapat szokott megjelenni. Idén reméljük, hogy legalább ezeket a számokat sikerül elérni, mert ez azt jelenti, hogy 4500 gyerek elindul ezeken a versenyeken, és aztán, ha kisebbek indulnak, akkor látják azt, hogy több energia betételével, több tanulással esetleg a következő évben már tovább jutnak, magasabb szívvonalon több eredményt tudnak elérni. Tehát megvannak azok a kapcsolatok, amin keresztül látjuk azt, hogyha valaki már másodszor vagy harmadszor versenyez a középiskolás jogviszony alatt, akkor milyen eredményeket tud elérni, és akkor már magasabb fordulóba kerül, hiszen itt ugye 6 fordulóról van szó, 2 online fordulóról és 4 helyszíni
forduló az, amelyben a diákok versenyeznek, és végül a döntőben a legjobb 5 csapat mérkőzik meg egymással. De milyen feladatok vannak itt? Elméleti, gyakorlati, teszt, vagy hogy kell ezt elképzelni? Már csak azért is, hogy esetleg, ha diákok közül most valaki hallja, bár hát nyilván 8 órakor már becsengettek, de hát ha mégis, akkor hát ha fel tudjuk kelteni az érdeklődését. Tehát mit kell itt csinálni ahhoz, hogy lehet pénzügyi ismeretekbe versenyezni mondjuk elméleten kívül? Igen. Hát igyekszünk arra, hogy az elmélet és a gyakorlat az elején szinkronban legyen, tehát egy kicsit azért a gyakorlat fejnehéz súlyával, de itt még olyan elméleti kérdések is vannak, amelyek az alapösszefüggésekhez és az alapfogalmakhoz tartoznak. És ahogy megyünk előre az egyes fordulókban, egyre inkább a gyakorlat kerül előtérbe. Tehát itt nagyon fontos az érvelés, a vitakészség, a csapatmunka, és ezek a motivációknak a megmutatása a diákokon keresztül. Tehát olyan képességeket, készségeket is igyekszünk a diák számára átadni, amelyik az egyetemhez, vagy a tovább tanuláshoz, vagy a tovább lépéshez egy nagyon jó alapot ad. A kérdések egyébként az 40 helyről érkezik hozzánk. A pénztárversenynek ma 55 partnere van. Ezek szakmai partnerek, együttműködők, támogatók, egyéb szervezetek, és többek között 11 egyetemmel is kapcsolatban állunk. Tehát mi azt választottuk, hogy nagyon sok helyről érkezzenek a kérdések, tehát ez az országban megyek székhelyeket, illetve az egyetemeket jelenti elsősorban. Az itt jövő kérdések kerülnek be aztán a versenyközpontnak a különböző szűrőin, van középiskolás szűrő, egyetemi szűrő, különböző szűrőkön keresztül alakulnak ki véglegesen a kérdések. Egyébként az nagyon fontos, hogy mi nem egy-egy cégnek a kapcsán jelenünk meg ebben az egész versenyben, hanem egy országos összefogás, tehát itt egy tulajdonképpen példanélküli összefogás eredménye, ahol nagyon-nagyon sok cég, vállalat, szervezet, szövetség együttműködik, és azok segítenek abban, hogy az a verseny megrendezhető legyen. Kerekes György Istvánnak, a Pénzsztár versenyközpont vezetőjének köszönöm, hogy ma reggel a vendégünk volt, a M1 nézőinek köszönöm a megtisztelő figyelmet. A Hírcsatorna is köszöni, és búcsúzik a hallgatóktól és a vendégtől is. Minden jót kívánok!